Street Food tovább dübörög Magyarországon, ezúttal pedig egy rendhagyó adással készültünk, hiszen ahhoz, hogy le tudjunk jutni ide, szükségünk van egy járműre, egy négykerekű mozgó tésztabárra, amely a maga nemében egyedülálló a világon. Ezért aztán felkutattuk autónk családpályát, így a gasztronómia mellett a négykerekűek világába is elkalauzolunk benneteket. Ez egy elég furcsa járgány, ami mellett állunk. Kicsit olyan, mintha szekér lenne, de azért ott hátul látunk egy furcsa, ilyen teafőző-szerű gépvezetet. Mi az, ami mellett mi ott állunk, Lize? Hát tulajdonképpen ez az első gépjármű, amit létrehoztak. Carl Benz 1886-ban beadta a szabadalmi hivatalába ezt a tervét, és még szerintem ő maga sem gondolta, hogy amit a papírt a kezében tart, ez lesz az első autó. A Mercedes gyár megtalálta Benznek az eredeti terveit, és 150 darabot legyártott belőle, és ez a 142. az utolsó eladott példány, meg 8 darabot megtartottak maguknak. És ami még érdekesség, hogy a tudomásunk szerint ez az egyetlen van az országban, és ez a mi múzeumunkban van. Tud ez menni? Tud menni, igen, működőképes, 16 km per órával. Nem rossz, de igazából ahogy nézem, nyugodtan folytassátok a beszélgetést, én kimegyek és elkezdek valamit főzni, majd gyertek, hogyha meg vagy szokott. Jó, azért megyek nem sokára, jó? Jó, oké, várlak. Oké, szia! Mi azért még maradjunk egy picit itt, mert látom, van egy-két járgány. Az egy dolog, hogy ez az autózás alfája és omegája. De mivel indultatok ti? Kíváncsi vagy rám? Megmutatom azt is, gyere velem! Jó, van, követlek! A mai napon egy strapacskát fogok készíteni, amely egy szlovák nemzeti étel, és igazából a világ egyik legegyszerűbb dolga, mivel csak néhány hozzávaló szükséges az elkészítéséhez. Burgonya, liszt, tojás és egy kis víz. Kezdjük is el rögtön, így az első lépés hozzá, hogy fogjuk a krumplit és lereszeljük. A krumpli reszelésénél fontos, hogy a legapróbb lyukú reszelőn készítsük el, mivel nem krumpli darabkákat szeretnénk, hanem aztán egy homogén, egybeeldolgozható strapacskát, egy tésztát gyakorlatilag. Hát ez egy nagyon különleges darab. Ez az egyike volt az első autóknak, amit a tulajdonosok megvásároltak. Egy pajtában találtak rá, ami 30 évig borította a por és a piszok, és akkor találták meg a tulajdonosok, úgy került a tulajdonokba, és ami még az érdekessége, hogy működőképes volt. 30 évnyi áldogálás, rengeteg porosodás, igen, ott, után még működőképes volt. Ez a titka a Hopmobilnak, ami ugye egy detroiti gyárról van szó, aki 1909-ben kezdte el az autógyártást, nagyon-nagyon korán, és ami az érdekessége, hogy csak pár ezer darabot gyártottak belőle. És ez egy darab itt van a múzeumunkban. Ezzel az autóval jártak 1928-ban Amerikában. Igen, ez volt a luxus autójuk. Fakormányos. Fakormányos. Régi idők hangulata. Van-e olyan autótok, amivel mi jártunk mondjuk a 70-es, 80-as, 90-es években? Igen, gyerekkorom autói fent találhatóak az emeleten, úgyhogy azokat is megnézzük. Van? Igen. Van a jó öreg Trabantból? A Trabantból is van, a Warburgból is van, és a Zsiguliból is azt van. Azt a mindenit. Ha lereszeltük a burgonyát, fogjunk egy másik tálat, mint például ezt a szépet, és tegyük át a reszelt krumplit bele. Arra figyeljünk, hogy ha sokat áldog el a levegőn, akkor elkezdhet oxidálódni és megbarnulhat, tehát vagy dolgozzunk gyorsan, vagy dolgozzunk gyorsan. Úgyhogy itt van benne a burgonyánk szépen a tálban, és most egy kevés liszttel fogjuk fölcsapni, illetve tojást is teszünk bele. Csinálok neki egy ilyen kis lyukat a közepébe, és oda fogom a tojást egyrészt beleütni. Meg is van, most pedig jöhet a liszt. A tulajdonosok úgy gondolták, hogy be kell mutatni az ő fiatalságukat is, be kell mutatni a történelmünket, és ezért a szocialista autók is teret kaptak nálunk. Miért pont Kiskörös? Mert azért ez megállna a helyét Budapesten is.
Hát nagyon köszönjük a dicséretet, azért Kiskörös, mert a két tulajdonos Kiskörös, és itt szerette volna létrehozni ezt a vállalkozást. Tehát gyakorlatilag kigondolták az álmukat, igen, és megvalósították itt Kiskörösön, hiszen miért menjenek a nagyvárosba, hogyha ez itt is tud működni? Hát reméljük, mert ez tulajdonképpen ez egy olyan dolog, hogy akit érdekel, az bárhová autózik, és megtekinti. Neked visszatérve egy picit az autókra, melyik volt a három csoda közül? A Trabant, a Warburg és a Lada közül? Hát nekem volt Trabantom, egy ugyanolyan kék színű. Igen. És volt ilyen Zsiguli is. Egy ilyen Zsiguli. Azért ezeknek valljuk be, a kényelmi értékük nem túl magas vagy. Hát nem egy szervokormány. Nem egy szervokormány, az biztos. De például ez a Zsiguli, hogyha ha még most itt az illatokat is lehetne érezni, akkor ha beleszagolnátok, akkor még az eredeti illatot éreznétek, mert ebbe az autóban 495 kilométer van. 495 kilométer? Igen. Hát igen, hát nem túl sok. Nem, mert a tulajdonos megvette és hazautózott vele, és berakta a garázsba. Apropó illatok, te Jézus Máriám, Jani szerintem már elkezdett főzni. Szerintem, Liza, menjünk és kóstoljunk, vagy segítsünk be, hogyha úgy van, jó? Kóstoljunk. Kicsit beszippantott minket ez a benzinközös hangulat. És ebből fogok egy szép homogén tésztát gyúrni. Az elején lehet egy kicsit kevesebb liszt is elég, úgy van általában, hogy kétesség burgonya, egyesség liszt, de nyilván ezt a burgonya, illetve a liszt meg a tojás elejét teszi szükségszerűvé, hogy mennyi kell belőle, hogy a végén aztán egy jó kis tésztát kapjunk. Úgyhogy nem félek használni a kezeimet hozzá, rámegyek és megnézzük, mi lesz a végén. És hogyha már jó a tészta, akkor így néz ki. Mintha egy földön kívüli lény agyát fogdosnám, egészen olyan. És ebből egy finom kaja lesz, higgyetek nekem. Lemaradt el amúgy a lényegi részről, de a legfontosabb dolgot megtartottam neked, a szrapocskának az elkészítését, amihez magad előtt látod így a technikai felszerelést, ami nem más, mint a vasálarcos állarca. Na jó, nem teljesen, de ezen fogjuk tudni szépen így leszaggatni. Viszont itt a békön, amit most szépen belenyomatok ebbe a serpenyőbe, hát emberes adag lett, és közben neked pedig odaadom a tésztát, ami ott található benne. Én közben a békönt egy kicsit lepirítom a zsírjára, melyre egy kis fokhagyma, majd pedig egy kevés tejföl, illetve a már említett jutúró fogja követni, és ez lesz gyakorlatilag a lelke a sztrapacskának. Hát most ezzel nem mondok sok újat, de elképesztően jó illata van, tehát szerintem a sülő békönnél kevesebb jobb dolog van a világon. Néhányat még tudnék mondani, de top 5-ben benne van, maradjunk ennyiben. És ha ezek megvannak, akkor jön ez a matéria, amit itt látunk, az úgynevezett strapacska tészta. Ez lesz a legmegfelelőbb, hát hogy is mondjam, zsűri erre a dologra. Rendben. Szerintem fogjuk be. Fogjuk a tálat. Beleteszünk egy emberes adag strapacska tésztát, meg még egy kicsit, mert nem vagyunk irigyek. Igen. Ezután pedig rájöhet a szószból egy kevés. Még egy kis szószt rá, gazdagon meg. Liza, meg is érkezett. Parancsolj. Az evőeszköz. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Viszont van egy meglepetésem. Menjünk egyet turikázni. Ja, csak így lazában, tehát meg se köszönöd, hogy beültettelek egy Ferrari-ba, a tűzpiros Ferrari-ba. Nyilván soha életedben nem ültél még ilyenbe. Láttam már ilyet? Nyilván. Hát fényképpen, volt egy ilyen kis modellben, amit mondom. Tényleg? Aha, kitört az egyik kereke, mondjuk. Nem te vezetted? Nem, de valószínűleg te, úgyhogy ezt most én fogom. Indulhatunk? Na, menjünk. Jól van akkor. Száguldás, Ferrari. Szerelem. We'll be right back.
helyszínt az Old Car Múzeum biztosította. A műsorvezetők az F&F ruháit viselték. Konyhai eszközeinket a Whirlpool biztosította. Sminkben partnerünk a kreatív sminkműhely. Italainkat a Fábri Magyarország biztosította.